Szevasztok! Jövök akkor a második résszel. Ott hagyjuk abba, hogy meg kéne tankolni, ugye? Felrakni a lapot, láncot, és kimenni vagdosni vele egy picit. Lényegében meg is tankolom most, akkor. Na! És akkor most kérdezte valaki, hogy milyen keverék kell ezekbe a gépekbe. Ugye a Doksi az 1.25-öt ír, de nem kell 1.25-ös keverékkel használni. Legalábbis én nem szoktam, eddig nincs baj a gépeknek. Ugye itt írja a Doksia, hogy 1.25-be kéne keverni. Fölösleges, én úgy gondolom. Úgyhogy én az 1.40-et ajánlom. Azt szoktam csinálni, hogy az új gép, amikor megjön, akkor először még dúsabbra keverem, akkor lehet 1.20-as is akár. Úgyhogy egy-két tankot kiáratok vele így, hogy ugye dúsabban van keverve. Belöntöm az 1.40-et, aztán kb. Burítok hozzá egy kis olajat, amint láthattátok. Lényegében ennyi. Bejáratás pedig nem kell felakasztani a fára, hanem szépen finoman kell vele bánni, úgymond az elején. Nagyon így bejáratgatni se kell. Annyi, hogy ne hagyd ki egyszerre az egész tankot, állj meg pihenni közben, mit tudom én, egy tankot legalább háromszoros pihenővel használj el. Ilyenekre tudok gondolni, ilyeneket ajánlok én. Aztán nem tudom, hogy mi lenne a legjobb neki, de nekem eddig még nem volt így gond, hogy nem működött volna ez a téma. Meg az 1.40-es keverék ugye utána. Na, nézzük azt a laplánc kombót. El is rakom, gyors. Hetes betétkerék van rajt. Szoktak ezekre a nagyokra 8-asat rakni, de ne rakjatok rá 8-asat, mert megölitek vele a gépet. Nem lesz gyorsabb 8-as betétkerékkel a vágás. Az csak tévhit. Nem jön szét a lánc. Na. Nem is rakom föl. Elindítom először. Az alapjárat az elég magas, úgyhogy kell állítani a karbin. Mehet rá a lap. Lánc.
Na, mehetünk is ki.
megvolt az a kis összehasonlítás is a gyári gépekkel szemben. Aztán ugye lehetett látni, hogy fában lassabb volt a G660. Hát pár tankot még ki kell belőle hajtani, aztán majd jobb lesz ez. Jobb lesz ez. A teljesítmény mérő padon viszont 7,8 lóerőt mértem a Holc formán, míg a gyári 660-on meg 7-et, azt hiszem. Ugye a különbség itt megint kijött, hogy alacsonyabb fordulaton dolgozik jelen pillanatában a G660, mint a gyári stíl. Ezért jött ki a különbség. Hát, pár tankot ki kell belőle hajtani, aztán jobb lesz ez. Lehetett látni a diagramon is, hogy eléggé csúcsos. Ugye ez majd szélesedni fog pár tank után, meg még a karmén is lehet állítani majd. A vágó szerkezet. Hát ez a Holcforma lánc, ez egyelőre sok minden nem tudok róla mondani, vágja a fát, ahogy kell. Első blikre így kicsit nyúlós, szóval nyúlik. Aztán tovább kell tesztelgetni. A lap az nagyon megy a géphez, az jól áll neki, azt is majd használgatni kell, aztán kiderül, hogy mennyire lesz tartós, de árérték arányba szerintem tökéletesen megfelel, hiszen egy 10-esben megvan ez a set szerintem. Úgyhogy annyi pénzért Oregont nem kapsz. No, akit érdekel, a gép az látogasson el a Rokopiesze weboldalára, ami a www.generalmotor.ro, vagy magyarul a www.rokoshop.hu, ezt ide ki is fogom írni, ott meg lehet vásárolni a gépet, meg a vágószerkezetet is. Érdeklődtek a gépnek a súlyáról, hát most akkor ezt meg szeretném mérni akkor itt a videóban, hiszen most meg van tankolva, fullra van tankolva a gép, viszont vágószerkezet nélkül fogom megmérni. kg. Vágó szerkezet nélkül. Remélem, hogy akkor erre is választ kapott az úriember, aki kérdezte, nem is tudom, hogy hol. Annyit kell még tudni ezekről a gépekről, hogy ezek azért rezegnek, jobban rezegnek, mint a gyáriak. Szóval a rezgés csillapításuk nem olyan, mint egy gyári gépé, úgyhogy ezzel számolni kell. Nem annyira vészes, de azért észre lehet venni a különbséget. Szokták kérdezni, hogy melyik Holcforma gépeket ajánlom én otthoni felhasználásra. Hát a G660 az már elég nagy, szóval tűzifa darabolásra ez már nagy. Ha csak nem kalodázni akarsz, kalodára tökéletes választás lehet ez a gép. Én, amit ajánlok otthonra, tűzifa darabolásra, az a G372 és a G444. Ez a kettő gép szerintem a legmegfelelőbb. Meg hát ezek már mindenre jók. Úgyhogy én ezeket ajánlom. Aztán szerintem én búcsúzok, hogyha esetleg valami kimaradt volna, videóból tegyétek fel a kérdést a komment szekcióban, meg fogom válaszolni. Ha tetszett a videó, nyomjátok meg a lájkot. Aztán ha szeretnétek még ilyen hasonló videókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, meg vegyetek a rokoshop.hu-n Holcforma láncfűrészt. Szevasztok!